Itt állok a Szekszárdi Szakképzési Centrum Magyar László Szakképző Iskolájának standja előtt, és most pedig az iskola igazgató helyetteséhez, Németnél Márton Renátához fordulok, és kérdezem, hogy milyen képzéseket kínálnak idéntől az iskolában. A következő tanévben, szakképzőiskolai képzésekben cukrászt, kereskedelmi értékesítőt, épület és szerkezetlakatost, valamint hegesztőképzést tudunk kínálni a hozzánk jelentkezőknek. Melyek iránt van a legnagyobb igény? Hogy tapasztalják most itt a kiállításon? Nagyon sok érdeklődő volt a cukrász, illetve a kereskedelmi értékesítő iránt. Egy picit talán itt a szekszárdi pályaválasztási kiállításon egy icipici hátránnyal indulunk, hogy mi Dunaföldvári iskola vagyunk, de nagyon sokan érdeklődtek ennek ellenére iskolánk iránt, és akár meggondolják azt, hogy egy picit hosszabb utazással, de mégis eljönnek hozzánk, megnézik majd a nyíltnapunkat. 3 éves mindegyik képzésünk. A hegesztő, illetve az épület és szerkezetlakatos, azt gondolom iskolánk fennállása óta folyamatosan benne van a képzési kínálatunkban, rengeteg ilyen irányú szakképzésre rendelkező ballagot már el tőlünk, és találta meg aztán a helyét a munkavilágában. Ezt továbbra is fenntartjuk, és minden évben ezt kínálni tudjuk a tanulóinknak. 3 évvel ezelőtt kezdtük el a vendéglátás területet egy picit felfejleszteni, és akkor került be a cukrász képzése a kínálatunkba. Én azt gondolom, hogy ez iránt is nagy a kereslet ott a mi környékünkön. És a kereskedelmi értékesítő, ugye az eladó képzés, ugye ami régen eladó képzésnek hívtak, az most egy régi újként került vissza a mi kínálatunkba, mert volt már nálunk, csak egy pár év kihagyással most ismét tudjuk indítani ezt a képzést. Hogy látják azok, akik kikerülnek az iskolapadból, milyen eséllyel indulnak a munkaerőpiacon? Azt gondolom, hogy egészen jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, és ezért tartanám azt fontosnak, hogy a szakképzésbe ne csak a gyenge tanulók merjenek jelentkezni, jöjjenek a jó képességű tanulók is, mert egy szakmával ténylegesen jó helyet találnak maguknak a munkaerőpiacon, és nem kevés keresettel tudnak aztán az életben boldogulni. Akik érdeklődnek ezen szakmák és az iskola iránt, mikor nézhetik ezt meg, mikor lesz a nyílt nap? 2 nyílt napunk lesz, november 19-én kedden 8 órától lesz az egyik nyílt napunk, majd december 3-án kedden szintén 8 órától fogjuk tartani a másik nyílt napunkat, és minden érdeklődőt szeretettel várunk.